nagyon sokszor hallottuk, és a szövegeire mindig nagyon igényes, és mindig van mondani valója, amit ö, mindig próbál bele erőltetni 3 perc 15-be, ami nem mindig sikerül neki, de attól függetlenül hatalmas élmények a szövegei. Úgyhogy fogadjátok, nagyon nagy tapsal, és tudja, hogy róla beszélek, és szeretettel Nemes márkon! A bandibá, nyílt tevéd a mindigi és mindenkori Bencsik Andrásnak, Bencsik Andrásoknak. Motto idézem, ha belegondolunk, a jégkorszak arról szól, egy-egy állat nem a saját törzsével, hanem a fajtájával él együtt, hanem az elefánt, a tigris, a dajhár, meg a mit tudom én, ezek alkotnak a másság, egy életközösséget, és hogy mennyivel jobb nekik így, mint másképp. Hm. Ismétlem tehát invokációmat, nekünk már oly sok értelemben, drága bandibá, baj van. Bizony baj van, ugyanis a magyar mesék 98%-a horror, hardcore, pornó, erotikus, thriller vagy véres szappanopera. Manipulatív mostoák, emberkedő állatok, állatkodó emberek, külföldről támogatott mesealakok, mint a tündérkeresztanyú Holland, vagy a hetedik fiú, hetedik fia, Mexikói. 98 bandibá. Az már egy népszavazás, nem? Ezek ide migráltak a mesekönyveinkbe, baszod, és az egyszer voltat akarják, mint ti. <kül> no de, nem plakátriogatok. példák Példákra fel, kezdjük a magyar népmesékkel. Már a fehér lófia óta tudjuk, hogy nem kell ozorára menni egy jó gombás trippért. A nagy fehér csődöröknek nálunk látható ezer éves kultusza van. Nézzük, hogyan hágnak meg, majd hagynak magukra gyereket nevelni, szegény, naív szőke királylányokat. A zolfi konnotációkat és a csontmerev társadalmat nem is említem. Mátyás király, uralkodás helyett feltetőleg közpénzen, vidéken üdül és crossdresser fétisének hódolva kémkedik a saját népe után. Ludas Matyióz nem egyszer, nem kétszer, háromszor megy vissza egy kis kikötöző és fenekedő a döbrögi. Én elgondolkodnék bondibá. A magyar népmesékben tudjuk azt is, hogy az okos lány nem vesz bugyit az állás interjúra. De szemérmesen takarja a kebedét, hisz azokban nem kevés munkája van. Szaffi meg, na, mondjuk ki, Bandi most nem hallja a Flórián. Cicafi roma propaganda, amiben a cigánynájnak valahogy mindig egyből bajsza is dús fekete szőrön, mikor az ember picit úgy megszeretgetni ez Mindenki speedbónon van. Gyakorlatilag mézgáni gájni exével élnek. Aladár aspergeres és vén emberekről fantáziál. Kriszta tiszta gyagya, Géza meg olyan ideg, hogy minden rész végén táncra perdül. Szerintem a család gyógyszerfüggő és habituális alkoholista. Vuk, világképében az állatok aljadék vidéki dzsánkik. És annyira ember gyűlök, hogy hagyjuk is, mert rókázok. Mazsoda és Tádé, könyörgök, akkor a mély szegénységben élnek, hogy egy faluszé dinnyehéj a házuk. Ráadásul csuklóig van a seggükben egy titokzatos bábjátékos. Bandibá, ön szerint soros tobaság ebben úmeneket látni? Szerintem nem. Az erdő kapitánya, egy kommunista agrárállam egyetlen autoritárius alakja, aki katonai rangot visel. Rendre úgy be van szívva, hogy egy egész fürdőkát vele repül. Azért ez se véletlen. Mikrobi pedig egy szovjetkori gép, ami elveszi a Gyulaházai űrközpont friss asztronautáinak dicső munkáját. Fú, baj van. Bizony baj van, Bandibá. Történelmi, mitológiai néptékű a mi bajunk. Az nem baj, hogy négy millió néhezünk, az mese. Az nem baj, hogy benyúlni a szegény legény pendejébe a színpad mögött nem zaklatás, az tradíció. Az nem baj, hogy a szolgabíró ma ismét elveszi a libát, meghágja a és lehúzza a marhát. Az nem baj, hogy évszázadok óta ugyanazokkal a mesékkel láthatjuk a gyerekeinket. És az se baj, hogy a magyar mesék végén senki sem volt tanulságot és az se baj, hogy a hittan fontosabb az oktatásnál, a temesért meg fontosabb, mint maga a hittan, és akkor hadd meséljem ezt a szemet a vajákos birinéne 444-es kommentjére írtam. Drága Bendibá, lehet, hogy igazad van. Lehet, hogy minden állatnak a homogén közegében kéne élnie, távol a jelenvilág rettentő sötét erdejétől. Végül is nektek a kollégákkal az ország én ez tök jó sikerült, nem a mi a cárjainkból. Hát te ponton már nincs mese, vagy már csak a mese van, de baj, az nincs. Mondanám, hogy futsz de tudom, hogy ha jön az idő, úgy is futni fogsz. Addig is csókol éhes szájjal hűtlen követőd, vagyis én. Utóirat, a motkány verje bele a makját az egészbe.